Az önkormányzat tulajdonában lévő Kft. Átalakította a korábban a polgármester részére megküldött, de átdolgozni kért üzleti tervét. Az így megszületett dokumentumot a cég felügyelő bizottsága szeptember 15-én tárgyalta, elfogadta és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolta. Dr. Filvig Géza az üzleti tervet ezt követően terjesztette elő annak 20 oldalas mellékletével együtt. Nyilvánvaló, amikor a 2021 évenek nekifutottunk, és gazdaságilag is, illetve a 21 évi költségvetést állítottuk össze, akkor tudtuk, hogy, és jeleztem is, hogy nagyon sok mozgásra lehet számítani. Kiszámíthatatlan az év a Covid-járvány miatt, az adóbevételeink, a különböző támogatások összege még nem volt látható, és amit akkor évelején a társaság benyújtott üzleti tervet, azt nyilván akkor még polgármesteri határozattal, de a képviselőkkel egyeztetve, azt a képviselőtestület nem fogadta el, és ilyenkor az lép hatályba, hogy az előző évi támogatási rendszer alapján ment az önkormányzatnak a finanszírozása a cég felé, tehát a 2020-as évi finanszírozást kapta meg a társaság. Nyilván a társaság nagyon sok kötelező feladatot lát el az önkormányzat helyett, az önkormányzat nevében, illetve sok önként vállalt feladatot is. Az, hogy ez milyen mértékig tudja megtenni, ez nyilván a finanszírozásnak a mértéke, és itt ugye a cégnél van bizonyos mozgástere a városnak, hogy mennyire támogatja a céget, milyen szolgáltatásokat tudunk igénybe venni. Itt gondolok arra, hogy a fűnyírásoknak a rendszeressége, a különböző zöld növények karbantartása, bármilyen javítási munkálat, amit a Kft. Végez az önkormányzatnak, akár a téli sikosságmentesítés, az uszoda üzemeltetés, különböző épületeink, önkormányzati épületünk hasznosításba átadott épületekben történő javítások. Rossz pletykának nevezte ugyanakkor a polgármester, amit már ő is hallott, hogy a jelen finanszírozás mellett a cég dolgozóinak fizetésére nincs meg a fedezet. Természetesen a dolgozók fizetésével számolt az önkormányzat, és azokat rendezni tudtuk. Itt mondom, ezeknek a plusz dolgokat kellett érteni. Látható most már az önkormányzatunknak a költségvetése, ezért kerül sor most a 21 évi üzleti terv elfogadására, tehát nem hanyagságból, és nem azért, mert nem foglalkoztunk ezzel, hanem most van meg rá láthatóan a fedezet. Ezt az üzleti tervet nyújtotta be évelején is egyébként igazgató úr. Egy dolgot kell látni, ahhoz, hogy a városunk hogy néz ki, az a vagyonhasznosítási Kft. Parkgondozó részlegén múlik. Úgyhogy azt örömmel látom, és nagyon sok visszajelzést kapok, hogy azért szép a városunk, rendezett a városunk, szép környezetben élhetjük a mindennapjainkat. Ezután dr. Jéri Tamás, a Kalocsa Vagyonhasznosítási és Környezetvezető Nonprofit Kft. Igazgatója kapta meg a szót. Azt talán mindenki megerősítheti, hogy a városban bekövetkező bármilyen önkormányzati probléma esetén a vagyonhasznosítási Kft.-t hívják, hogy segítsen annak orvoslásában. A teljesség igénye nélkül, ha valami elromlik, rendezetlen, koszos, gazos, szemetes, vagy ha az ingatlanokban rendellenesség tapasztalható, ha költöztetni kell, ha a piacon valami nem jó, ha a Covid miatt fertőtleníteni kell, ha sátorra van igény, ha balesetveszélyes egy fa, és még hosszasan lehetne sorolni, mindig a város nagyobbik cégét hívják segítségért. Az elvárás mindenki részéről természetesen az, hogy a segítség időben megérkezzen, és a probléma megoldódjon. Kérdés, hogy vajon mi is kell a feladatok megoldásához. Elengedhetetlen a hozzáértő humán erőforrás, elengedhetetlen a megfelelő használható eszköz, és elengedhetetlen rájuk fordítandó működési költség. A humán erőforrás évekre visszamenőleg a főállású munkavállalókból és a közfoglalkoztatási létszámból tevődik össze. Elvárjuk, hogy aki itt dolgozik, az kérdés nélkül segítsen, ezért rájuk vonatkozóan
hoztam néhány statisztikai adatot. A főállású dolgozók 65%-ának a fizetése nem haladja meg a minimálbért, azaz a bruttó 219 000 forintot, továbbá a dolgozók 85%-ának a bére nem haladja meg a bruttó 240 000 forintot. Ezek a fizetések nem versenyképesek a piaccal, és ezektől a munkavállalóktól várjuk el az állandó önzetlen segítséget és rendelkezésre állást. A terv 458 148 000 forint önkormányzati finanszírozási igényt mutat. Ebből általános feladatokra 381 835 000, uszoda üzemeltetésre 63 140 000, közfoglalkoztatásra 5 304 000, a Kalocsa TV-re 7 869 000 forint kerül felhasználásra. A javaslatot 12 igen szavazattal egyhangúan fogadta el a testület, ami Filvig Géza szerint jó visszajelzés, hogy helyes választás volt erre a feladatra a dr. Jéri Tamás kinevezése.